A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Média Egyhez eljuttatott csütörtök délutáni közleménye szerint a médiatanács elfogadta két vidéki frekvencia pályázat tervezetét és elvégezte a szolnoki és a veszprémi felhívásra érkezett ajánlatok alaki vizsgálatát. A Grémium filmajánlók helytelen tévés korhatár besorolása miatt rót ki bírságot, az a Grémium engedélyezte, hogy a Média Tanács ülésének jegyzőkönyvét ezúttal is csak későbbre ígérik, így elképzelhető, hogy további fontos döntés is született, amelyről csak később szerezhet tudomást a publikum.